Sziasztok! A mai ismét egy food haul videó lesz, egy heti bevásárlásunkat szeretném nektek bemutatni, éppen most érkezett meg, úgyhogy lássuk is. Az első legyen ez a gyors fagyasztott zöldségkeverék, ez egy ilyen mexikói mix, van benne egy csomó mindent, tudjátok, ilyen borsó, meg kukorica, meg répa, meg paprika, ilyen dolgok, és ez nagyon-nagyon finom. Ez egy 450 g-os kiszerelés egyébként. Szeretjük az ilyesmit megpárolva. Van itt egy konzerv kukorica is, ez a sima Bonduelle márkájú. Ezt kukoricás rizshez vettem, így köretnek. Úgyhogy, hát egy ilyen is van. Azért szeretem, mert ilyen húzó füles, vagy ilyen nyitó füles, és ezért nem kell vacakolni a konzervnyitóval. Vásároltam egy ilyen fél kilós epret is, 500 forint volt. Hát ez még ugye nem az az igazi, valódi, rendes magyar eper. Ez egészen konkrétan, honnan is van, Spanyolországból. De most már nagyon eper lázban égek, úgyhogy azért vásároltam. Amikor bejönnek a zöldségesbe a magyar eprek, akkor onnantól kezdve én magyar epret szoktam venni, nem ilyet, mert nyilván annak jobb íze van, de most úgy gondoltam, hogy ezt muszáj megvásárolnom. Aztán van itt egy ilyen előkészített, összeállított leves zöldség csomag. Ebből vagy ezt a Tesco-sat szoktam venni, vagy a zabosfai márkájút. Mind a kettő tök jó, van benne répa, mi ez? Ez a fehér répa, vagy hát mi zöldségnek hívjuk otthon. De hallottam már úgyis, hogy gyökérnek hívják, úgyhogy illetve ti, hogy hívjátok. Nálunk zöldség. Aztán hagyma van még benne, petrezselyem, karalábé, zeller, és tulajdonképpen ennyi. És ez szerintem pont tökéletes. Úgyhogy ezt szoktam még venni. Vettem répát is, ez egy 750 g-os csomag, mert majd szeretnék répatortát sütni a kolléganőimnek, és hát ez ahhoz kell, meg hát ugye nyilván, hogyha még kell, majd levesbe akár. Vettem egy ilyen saláta mixet is, ebből mindig változó, hogy miért veszünk. Most épp egy ilyet vásároltam, de szoktuk, hát tényleg különbözőket szoktunk venni, mindig másfajtát. Nagyon finomak, és ugye nem kell vele bajlódni, nincs amit ki kell dobni, mert például mi egy egész jégsalátát nem eszünk meg egyszerre, és emiatt ezeket jobban szeretem, mert hát nem veszik ugye kárba az egész. És van még itt egy ilyen kis koktélparadicsom is, az 250 g. Ennyit én mindig belerakok egy adag salátába, úgyhogy ezt is ahhoz vásároltam. Aztán van itt még egy brokkoli is. Ilyen rakott brokkolit szeretnék majd készíteni holnap, és ezt pedig ahhoz vettem. Nagyon szeretjük, de a brokkoli krémlevest is. Hát szerintem a brokkoli ez egy szuper finom dolog, és nagyon egészséges is. És akkor a zöldség-gyümölcs szekció utolsó terméke az a banán. Banánt azt mindig veszek szerintem. Turmixokból, meg csak úgy alapból nagyon-nagyon jó zakására, bármire, ilyesmire. És hát ez most másfél kiló banán, úgyhogy ezt is szoktam mindig venni, ez mindig van nálunk itthon szerintem. És amúgy most így elmondanám, plusz info, tehát nem közvetlenül a videó témájához kapcsolódik, múlt héten nem voltunk itthon túl sokat, és hát ugye akkor is vettem banánt, és láthatjátok, hogy eléggé megbarnult, és ilyenkor én már nem szívesen eszem meg, nem annyira szeretem, tehát én jobban szeretem ezt a zöld, éretlen banánt, mint ezt a barnát. Tudom, hogy ez az, ami fogyasztásra kész igazából, de nem annyira bírom így, és ezt ilyenkor szét szoktam nyomkodni villával, berakom a fogyasztóba, és akkor megfogyasztom, és utána turmixszal, összeturmixolom, és akkor ez a tökéletes banánfagyi. Úgyhogy ezt se veszik kárba természetesen. Ha megbarnul a banán, csináltok belőle banánfagyit. Na, jöjjenek a tejtermékek. Láthatjátok, hogy itt ebből a Mizó másfeles tejből van két külön kiszerelés is. Ezt a fajtát szoktuk általában vásárolni, ez egy másfél literes ilyen petpalackos forma. Valamiért Ádám ezt sokkal jobban szereti, de most helyettesítő termékként hoztak még kettő ilyet. Ez a sima dobozos fajtájú, az a tetrapak csomagolású, mert ebből nem volt
tehát csak ez az egy volt, és akkor hoztak helyette helyettesítőnek ilyet. Ezzel sincsen semmi baj, tök ugyanaz ugye nyilván a tej, csak más a kiszerelés. Én pedig, mivel laktózérzékeny vagyok, én ezt a laktózmentes tejet szoktam fogyasztani, kávéba, ilyesmibe, hát nem gyakori, sőt, szinte egyáltalán nem iszom csak tejet, tehát általában kávéba szoktam rakni, és ahhoz fogyasztom, vagy fehérjébe, de ahhoz inkább vizet szoktam, tehát inkább kávéba. Külön nem nagyon szoktam tejet inni. Egyébként nincs rossz íze a laktózmentes tejnek, egy kicsit édesebb, mint a normál tej, de egyáltalán nem rossz. Aztán itt vannak ezek a kis kakaók, ez 450 ml, tehát majdnem fél literesek, és nincs benne hozzáadott cukor, csökkentett zsírtartalmú, és hát laktózmentes, tehát ez a fő, hogy laktózmentes, és ez valami isteni finom ez a kakaó, nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ilyet szoktunk magunknak venni mindig egyet-egyet. Tök jó szerintem, ez nagyon-nagyon finom. Aztán van itt egy ilyen laktózmentes trapista sajt is, ez is Mizó márkájú. Általában nem eszem sajtot, tehát ritkán eszem sajtot, mert inkább elhagyom, viszont most fogok készíteni egy pár olyan dolgot a héten, amiből meg kell sajt, úgyhogy akkor inkább ilyet vettem, és ezt fogjuk használni. Van itt egy laktózmentes tejföl is, ez majd a rakott brokkolihoz lesz szükséges, és hát ez is ez a Riska márkája. Egyébként ez a Riska márka, ez több pénztárca barát, szóval jó áron lehet kapni, bár általában ezeknek a laktózmentes dolgoknak ugyanazon az áron mozog minden, de ez talán icipicit olcsóbb, mint a többi, és valami szuper finomak, úgyhogy ezt tudom neked nagyon ajánlani, ezt a márkát. Illetve van itt még egy kis szarvasi mozzarella, ezek ilyen kis mini mozzarella golyók, ilyen icipici, és ez is laktózmentes. Ezt salátába szoktam belerakni, és tök finom. Én nagyon szeretem, alapból is szeretem a mozzarellát, de ugye azt nem ehetem, tehát laktózmentes verzióra vagyok rá kényszerülve, de ez teljesen jó és fogyasztható, mert tényleg nem vagyok tőle rosszul. Na, jöjjön a hús szekció. Húst azt általában nem szoktam túl nagy mennyiségben felhalmozni itthon, viszont most úgy voltam vele, hogy a héten lehet, hogy nem igazán lesz időm elrohangálni boltba, és ezért muszáj volt mindent így megoldanom. Ez az első, amit mutatnék, ez egy egész csirke. Sosem vettem még ilyet, és legalábbis így, tehát általában az Intersperbe szoktam húst venni, de most így a Tesco-ból vásároltam. Hát meglátjuk, hogy jók lesznek el, nem tudom. Ez egy hát másfél kilós kis egész csirke, és azt van ráírva, hogy sült csirke, de hát ez nem sült csirke, hanem ez egy normál csirke. Itt meg az van, egy friss csirke. Na mindegy, szóval ez egy csirke, meg fogom sütni egészben. Aztán van itt csirkemell, egy kiló. Csirkemellet nem így szoktam venni, inkább az Interspárban ezt a tálcás kiszerelést, mert hát én úgy vettem észre, hogy az Interspárban azért frissebbek a húsok, és jobb minőségűek, legalábbis nálunk így van. De most megpróbáltam újra ezt, hát ha most jó lesz, nem tudok róla semmit mondani, így első ránézésre okénak tűnik, aztán majd kiderül. A lazac viszont egy olyan dolog, amit szoktam venni a Tesco-ban, ez egy kis 25 dekás kiszerelés, fel van vágva két szeletre, itt biztosan látjátok, hogy ez a két szelet, ez egy ebédre szerintem tökéletes, és mivel fel van vágva, azzal se kell vacakolni. Én ezt csak meg szoktam sózni, borsózni, és egy icipici kókuszolajon megpirítani, és szuper finom, nagyon-nagyon szeretjük. Illetve az utolsó, amit vettem, az egy fél kilós pulyka darált combfilé. Ez a rakott brokkolihoz kell. Hogyha a darált húst kell vennem, akkor én mindig pulyka combot szoktam választani, mert ennek alacsonyabb a zsírtartalma, és szerintem finomabb az íze. A sertéshúst annyira mind nem szeretjük, úgyhogy hát ez egy 7%-os zsírtartalmú hús, és én meg vagyok vele elégedve. És akkor már csak ilyen egyéb dolgok maradtak, mint például ez az Univer majonéz. Erről már nagyon sokat beszéltem nektek, hogy mi ezt szeretjük, ezt szoktuk venni. Nagyon finom és tényleg tök jó. Aztán vásároltam egy ilyen leveles tésztát, ezt tudjátok, már ki van nyújtva alapból, és fel van tekerve egy ilyen sütőpapírra, és őszintén megmondom, nem ezt szoktam venni, hanem a spárban a spáros fajtát, viszont most, hogy rendeltem a Tesco-ból, ez a Dr. Oetker volt a legolcsóbb, és ezért ezt választottam. Én nem gondolom, hogy
két leveles tészta között túl nagy különbség lehetne, úgyhogy ezért vettem ezt. És tök meglepő a számomra, hogy ez egy ilyen háromszög alakúra hajtott kis kartonban van benne, szóval nem fog összenyomódni. A spáros az nincs ilyesmi, az csak felem tekerve a sütőpapírra és kész. Hát ez majd nekem egy körethez lesz rá szükségem, ahhoz arra fogom el, vagy úgy fogom elkészíteni, és szerintem tök jó ez, hogy ki van nyújtva. A leveles tésztát sosem készítettem még itthon magamtól. Régebben ezt az ilyen téglalap alakút vettem, amit ki kellett itthon nyújtani, de ez sokkal kényelmesebb és egyáltalán drágább, úgyhogy ez is nagyon szuper. Aztán van itt egy ilyen tészta, és most egy kicsit meg vagyok rökönyödve, hogy ez ilyen, mert én nem ezt rendeltem, én ilyen orsótésztát rendeltem, és ezt hozták helyette, de közben meg a számlán sem ez szerepel, tök furcsa, mindegy. Meg fogjuk enni nyilván ezt is, csak hát nem ilyet akartam, nem erre volt szükségem, de hát most félre nyúltak, ez bárkivel előfordulhat szerintem. Eddig még nem történt ilyen amúgy, úgyhogy most tényleg ez nekem elég meglepő, de mindegy, mert ezt is el fogjuk fogyasztani. Aztán van itt egy ilyen gyors rizs, nem szoktam ilyen gyors rizst venni, ez azért kell, mert a rakott brokkoliba ezt kell rakni, gyors rizst, és hát emiatt vettem ezt, gondolom azért ilyen kell bele, mert a főző ideje ennek a legrövidebb, vagy nem tudom, de mindegy, ilyet vettem, kész. Illetve vettem még egy kiló búzalisztet is, nem volt itthon, és kell a répatortához belőle egy kicsi. Mi amúgy nem használunk ilyen sima fehér lisztet, de most úgy gondoltam, hogy muszáj vennem, mert hát ez van. Sajnos nem lehet kisebb kiszerelésben kapni csak ebben a kilósban, de hát egyszer majd csak elfogy, ez nem romlandó. És van még itt egy ilyen nedves toalettpapír, egy 10 darabos kis utazó kiszerelés. Ezt ajándékba kaptuk, szoktunk mindig kapni ilyen termékmintákat, meg egyéb kis ajándékocskákat a Tesco-tól, hogyha hoznak ugye ilyen rendeléseket, biztosan rendeltetek már, akkor ti is kaptatok, változó, hogy mit adnak, van, hogy mit tudom én, egy üveg sört, vagy egy dobos sört, van, hogy ilyen mosószer mintákat, van, hogy a múltkor volt színfogó kendő, ilyen két darabos csomagba, és most épp egy ilyet adtak, úgyhogy hát ezek mindig jók, mert ki lehet ugye próbálni új termékeket, szóval én örülök nekik. Úgyhogy ennyi volt ez a mai Tesco rendelés, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha így volt, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, írjátok meg nekem, hogy ti rendeltetek-e már így online a Tesco-ból, vagy inkább szerettek elmenni és úgy megvásárolni a dolgokat, és azt is megírhatjátok, hogy miért szeretitek jobban esetleg az áruházi vásárlást, vagy miért szeretitek jobban az online vásárlást. Én szeretem, hogy nem nekem kell felhozni az emeletre, hogy nem kell a tömegben vásárolnom, és nem kell erre időt szánnom. Itthon gyorsan egy negyed óra alatt leadom a rendelést, és nem megy el vele egy csomó idő, hogy elmegyünk, kiválasztjuk a dolgokat, kifizetjük, hazajövünk, mit tudom én. Úgyhogy én ezért szeretem sokkal jobban az online rendelést. És hát várom a kommentjeiteket, illetve hogyha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor légy iratkozzatok fel, mert nagyon-nagyon szoktam neki örülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!